A Fejér megyei kormányhivatal a miniszterelnökséggel és a kormányzati informatikai fejlesztési ügynökséggel alkotott konzorciumban a közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztés operatív program keretében egy olyan projektet valósított meg, melynek eredményeként egységesebbé válik a kormányhivatalok gazdasági működése és hatékony irányítása. A szerdai ünnepélyes záró rendezvényen a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára kiemelte, a stabil és biztonságos informatikai háttér lehetővé teszi a belső folyamatok, illetve a szolgáltatások elektronizálását, széleskörű digitalizációját. Az ország 314 kormányablakában csaknem minden az állammal kapcsolatos ügyet egységes színvonalas ügyfélszolgálatokon intézhetnek az állampolgárok, sőt, folyamatosan bővítjük az elektronikus ügyintézés lehetőségeit is. Ma már ez természetes, és ez jól van így, de bele sem gondolunk, hogy mekkora óriási pozitív minőségi változás van a 2011 előtti időszakhoz képest az állammal való találkozási pontokon az ügyfelek kiszolgálása tekintetében. Az elmúlt 6 évben a projekt megteremtette az egységes gazdálkodás alapjait, ezáltal megerősödött a kormányhivatalok szervezete és egysége. Ezt már a Fejér megyei kormányhivatal főispánja mondta, aki hozzátette, a hatékonyabban működtethető hivatal jelentősen hozzájárul az ügyfélbarát közigazgatás rendszeréhez. A 8,15 milliárd forintos fejlesztés keretében több mint 11 ezer darab munkaállomás és 800 hálózati eszköz beszerzése történt meg. Elmúlt években mintegy 11.200 modern informatikai eszközt szereztünk be a kormányhivataloknak, hiszen ahhoz, hogy a rendszerek menjenek, ezek a folyamatok menjenek, nagyon komoly informatikai eszközháttér támogatás kell. Az infrastruktúrális fejlesztések megkönnyítik az ügyintézők munkáját, ezáltal az ügyintézés gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik. A központi időpontfoglaló alkalmazás továbbfejlesztésével pedig akár az egészségbiztosítóba, a földhivatalba vagy a műszaki vizsgára is lehetséges lesz a jövőben az időpontfoglalás.